ez a jelenlegi konferencia, amit tulajdonképpen már másodszor rendezünk itt Debrecenben, tehát már hagyományunk van ebben és gyakorlatunk, ez a következőképpen épül fel. Van két meghívott előadónk külföldről, Mannheimból, illetve Münsterből. Ezt követi az intézetünk kollégáinak legújabb publikációiból tartott bemutató. Ezt követi a Magyar Germanisták Társaságának éves közgyűlése. Ezt követi egy kerekasztal beszélgetés, ahol a jelenlegi társasági elnök vezetésével az elmúlt társasági elnökök megvitatják az elmúlt mögöttünk álló 20 évnek az eseményeit, és meghatározzák, megvitatják a jövőnek a feladatait. Két díjazásunk van. Az egyik a már jól menő és jól dolgozó és eredményeket felmutató professzoroknak és kutatóknak szól. Ez az úgynevezett Pro Germanistica Hungarica című díj. Tavaly ezt a díjat Kertész András professzor úr kapta, aki Debreceni Egyetemnek professzora és a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Grager Robert díj pedig 40 év alatti fiatal, mondjuk azt, hogy még nem befutott, de már nem tudós jelölt, hanem már némileg eredményeket felmutató tudós. A Grager Robert díjat tavaly Berzevici Klára, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense kapta, ebben az évben pedig Simon Horváth Katalin, az Eötvös Loránd Tudományos Egyetem adjunktusa.